Operatív Művészeti Alapiskola és Szakiskola. Fényszarú. Mit jelent nekem a sport? Ha leírom ezt az öt betűt, sport, az egész világon mindenki érti, és ugyanarra gondol. Viszont az, hogy kinek a szívében mit ér a szó, az már nagyon-nagyon eltérő. Van, akinek semmit nem jelent, így meg sem mozdul neki semmi belül. Van, aki rossz véleménnyel gondol erre a szóra, mert csak a randalírozó foci drukkerek vagy a doppingoló sportolók jutnak az eszébe. Végül vannak olyanok, akiknek minden nap szüksége van a mozgásra, a sportra, és ha egy nap is kimaradna, az a nap már tönkrement. Az utóbbiak közé tartozom a családommal és a barátaimmal együtt. Mint megtudtam, már a születésem előtt az anyukám hasában nem baba zenét hallgattam, hanem a három bátyám foci meccsein a szurkolók buzdítását, az edzői utasításokat és a gólörömöket. Így amikor megtanultam járni, már is rúgtam a bőrt. Apukám kialakított egy nagy focipályát a kertünkben, és mi kivétel nélkül minden nap eltöltöttünk ott egy-két órát, szünetekben többet. Esőben nagyon szeretek focizni, szélben viszont nem, mert nehezebb pontosan passzolni. A heti három edzés és a hétvégi meccs sem tart vissza bennünket a gyakorlástól, a sok futástól. Az külön öröm, hogy nagyon nagy a családunk, sok unokatestvérem van, és ők is így gondolkoznak. Amikor nálunk családi ünnepség van, mindenki hoz szerelést, és a fiúk kihívják egymást, az anyukák, mamák és lányok szurkolnak. Nekem a sport annyi jó dolgot adott, hogy gondolkodnom kell valamit ki ne hagyjak. Kaptam tőle sok jó barátot, akik szünetekben minden nap eljönnek, hogy közösen játszunk. A ma jó közösséget alkotunk, az edzőmet nagyon szeretem, felnézek rá. Az osztályfőnököm, Iza Izanéni tanít nekem testnevelést is, amiben mindig dicséretes vagyok. Így ő is örül, ha jól szerepelünk, vagy megnyerjük a sulikupát. Mindig megveszük a nemzeti sportot, a sztársportot és a képes sportot, és a testvéreimmel megbeszéljük, ki mit olvasott és a véleményüket elmondjuk, jókat beszélgetünk. A nagy családunkon belül különböző szurkolók vagyunk, de ezen soha nem vitatkozunk, vagy nem csúfolódunk, ha valaki csapata kikap. Megtanultam, hogy a meccseken nem én, hanem mi vagyunk, és egy a célunk, nyerni. Nagyon jó érzés egyforma mezben felmenni a pályára, és amikor elérkezik a kezdő sípszó ideje, nagyon dobog a szívem, és alig várom, hogy hozzám kerüljön a labda. Már előző este bekészítem a szerelést, alig bírok elaludni, és reggel reggelizni. Az a jó, hogy a szüleim tudják, az lenne számomra a legnagyobb büntetés, ha nem sportolhatnék, és bármit követek el, mégsem azzal büntetnek, inkább ők is támogatnak, szurkolnak nekem. A sport megtanította lemondásra, önfegyelemre is. Akármilyen program jönne közbe, időben le kell feküdnöm a vasárnapi előtt, és ezt meg is teszem, ez nekem nem teher. A sporttal kapcsolatos új tervem, hogy szeretnék megtanulni teniszezni. A keresztapám testnevelés tanár, ő már jól tud és megígérte, hogy megtanít engem. Kíváncsian és izgalommal várom.